Köszöntöm kedves nézőinket! Október 23-án önök a két hetente jelentkező Komárom-Esztergom megyei magazint látják, tartsanak velünk ma is! A megye szépkorúit köszöntötték Kisbéren. Szabadidős parkkal és termelői piaccal gazdagodott Tát. November 13-áig látogatható környe legújabb kiállítása. Felavatták Kisbér ikonikus szobrát. A megyei önkormányzat az időskorúak világnapján köszöntötte megyénk szépkorúit és nyugdíjasait. A nyugdíjas megyenapon megalakult a megyei idősügyi tanács. A megyei önkormányzat által szervezett nagyszabású rendezvényt a Kisbéri Vas Albert Művelődési Központban tartották október 1-én. A megyei önkormányzat az időskorúak világnapján köszöntötte megyénk szépkorúit és nyugdíjasait. A nyugdíjas megyenapon megalakult a megyei idősügyi tanács. A megyei önkormányzat által szervezett nagyszabású rendezvényt a Kisbéri Vas Albert Művelődési Központban tartották október 1-én. Az eseményen Sinkovics Zoltán polgármester, Cunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, dr. Kans Csaba a kormány megbízott, Popovics György a megyei közgyűlés elnöke, és Troják Frigyes az Életet az Éveknek Szövetség megyei tagszervezetének vezetője is köszöntötte az egybegyűlteket. Nekem is nagy örömömre szolgál, hogy nem csak a szűkebb pátriánk, nem csak a szűkebb térség Kisbér járása, hanem a megye egésze látogat ma Kisbérre, és itt tartja a megyei önkormányzat az idősek hete nyitányában, vagy az idősek napja alkalmából ezt a rendezvényt és ezt az alkalmat, ami nem más, mint tulajdonképpen tiszteletadás és köszönet egy olyan generációnak, amely generáció a megye egyik sarkától a másik sarkáig nekünk hagyott valamit, amit nekünk a jelenben tovább kell építeni, meg kell őrizni, és alkalmassá, méltóvá kell tenni munkánkkal azt, amit önök építettek az előttünk lévő évtizedekben, mondhatnám azt is, hogy fél évszázadban. Nehéz időkben állták önök a sarat, nehéz időkben voltak ott, amikor háború és forradalom után és közben kellett családjaik biztonságát megteremteni, ugyanakkor az ország újraépítését, újjáépítését, településüknek az újraalkotását megtenni, és ezek az idők ma már történelemnek számítanak, ma már mi csak olvasunk róla, gyermekeink szintén csak olvashatnak róla, és az igazi élményeket, az igazi történéseket, azokat még önök tudják elmondani általunk, vagy szerencsére, mivel ennyien vannak, közvetlenül unokáiknak és dédunokáiknak. Önök, mint ahogy a bölcsességük építette a településüket, a környezetüket, a megyéjüket és a hazájukat, önök ezen a bölcsességen építve tudnak még adni nekünk, a mai élőknek, a ma feladatként kapott értékőrzőknek, hadd mondjam így, és tudnak még unokáknak, dédunokáknak üzenni, hogy érdemes és szép az élet, úgyhogy ezt a szép életet sugározzák minden alkalommal a helyi nyugdíjas és idős szervezetek felé, amikor kistelepüléstől nagyvárosig meghívnak rendezvényeikre. Úgyhogy higgyék el, úgy állok itt, hogy köszöntöm önöket, de meg kell köszönjem azt, hogy amikor fáradtan több rendezvény után önökhöz elmegyek, bárhova, a megye bármely szegletére, akkor bármilyen nehéz is egy fáradt nap után, egy politikával mérgezett nap után, mégiscsak feltöltenek, és nekem is kedvet, lendületet és erőt adnak a folytatáshoz. Azt gondolom, hogy a mai napnak a megyei identitás erősítése az egyik fő célja, a másik pedig egy hivatalos aktus az idősügyi tanács, a megyei idősügyi tanács megalakítása. Köszönöm Popovics elnök úrnak, hogy ezt a kezdeményezést megtette. Elnök úr sokat segíti a megyében élőket, és azokon belül is a nyugdíjasokat, és én azt gondolom, hogy azt a jó példát, amit több település, többek között a megyeszékhely Tatabánya már végigjárt, az idősügyi tanácsot sikerül a mai napon megalakítani. Ez a megyeszékhelyen jól működik, több nyugdíjas klub integrálása történik meg az idősügyi tanácsba. Bízom benne, hogy megyei szinten is ez egy sikeres kezdeményezés lesz.
Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a nyugdíjas megyenapon, melyet nem véletlenül ezen a mai napon rendezünk meg, hiszen 1991 óta október 1-e az idősek világnapja. Köszönjük Sinkovics Zoltán polgármester úrnak, hogy itt lehetünk Kisbéren, a Vas Albert művelődési házban. Ünnepelni jöttünk ma ide, ünnepelni Önöket, akik életükkel, tetteikkel példaként állnak előttünk. Az Önök által mutatott példa az Önök élete iránytű számunkra. Fontos, hogy megbecsüljük az életutat, melyet bejártak. Mai világunkban a nagypapák és nagymamák, dédapák és dédmamák nélkül a családok nem tudnának létezni. A napi teendők elvégzésében nyújtott segítségük mellett nagyon nagy szükségük van a fiataloknak az Önök bölcsességére, mértékletességére, arra, hogy hogyan kezeljenek bizonyos helyzeteket. Önök tudják, hogy békesség nélkül nem létezik boldog, kiegyensúlyozott élet. Ezt szeretnénk Önöknek itt ma megköszönni. Kedves vendégeink! Stabil családok nélkül nincs stabil nemzet sem. Ezt a kormány is tudja, és mindent megtesz annak érdekében, hogy Önök nyugdíjasok minél könnyebben, minél jobb körülmények között éljenek, minél hosszabb ideig részesei lehessenek családjaiknak, mely által egyre erősebb nemzetet tudunk építeni. A megyei önkormányzat a maga eszközeivel szintén igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a megyében élő polgárok jól érezzék magukat megyénkben. Az általunk koordinált területi és települési operatív program keretében csak nem 28 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett megyénkbe. A források elosztásánál a területi egyenlőség elvét követtük, hiszen a megyei önkormányzat szívén viseli a megye összes településének, városának fejlesztését, fejlődését, melynek eredményeit az ott élők élvezhetik. Büszkék vagyunk arra, hogy a TOP forrásai révén több mint 1 milliárd forint jutott egészségügyi és szociális alapellátások fejlesztésére, melyek az Önök életminőségének javítását, mindennapjaik életminőségének javulását eredményezik. Nekünk mindenki fontos. Nullától 120 éves korig. Most Önöknek, a megyében élő nyugdíjas korosztálynak kínálunk egy olyan fórumot, ahol az Önöket érintő kérdésekben el tudják mondani véleményüket, és ki tudják fejteni elképzeléseiket. A mai napon egy ilyen szervezetet, a Megyei Idősügyi Tanácsot szeretnénk megalakítani, tehát ma nem csak ünnepelni, hanem egy kicsit dolgozni is jöttünk ide. Az idősügyi tanács létrehozásakor is számítunk az Önök bölcsességére, hiszen csak akkor tudjuk létrehozni ezt a szervezetet, ha egyetértés van, és támogatják a szervezet alapvető céljait. Kérem Önöket, hogy a célokat nézzék, azt az alapvető gondolatot, mely vezérelt minket ennek a szervezetnek a megalakításakor. Ez pedig nem más, mint hogy legyen egy olyan nyugdíjas megyei együttműködés, mely maximálisan meghallgatja és komolyan veszi az Önök véleményét, problémáit, azzal folyamatosan foglalkozik, és a küldöttek által erről be is számol Önök felé. Köszönöm Kanc Csabának és a kormányhivatal munkatársainak, valamint a járási hivatalok vezetőinek, hogy ma itt vannak és részt vesznek ennek a megyei összefogásnak a létrehozásában. Köszönöm a megye nyugdíjas szervezeteinek, hogy jelenlétükkel, küldötteik által támogatják ennek a szervezetnek a megalakítását. Reményeim szerint ennek a szervezetnek a megalakulása után könnyebbé válik az információáramlás, könnyebbé válik a kommunikáció az egyes nyugdíjas szervezetek között. Ehhez a megyei önkormányzat minden segítséget megad Önöknek a jövőben. A rendezvény első programpontjaként megalakult a Megyei Idősügyi Tanács, mely a Komárom-Esztergom megyében élő időskorúak érdekeinek feltárását, megfogalmazását, védelmét és érdekeik érvényesítését látja el a jövőben.
A résztvevőket a továbbiakban zenés, szórakoztató műsorokkal várták, operett dallamokkal lépett színpadra Sári Évi és Egyházi Géza, valamint bemutatkozott a Senior Örömtánc együttes is. A délutáni program részeként Kisbér nevezetességeivel is megismerkedhettek az egybegyűltek. Megszépült és zöldebb lett két téri státon a területfejlesztési operatív program több mint 160 milliós pályázatából. Az átadó ünnepséget október 11-én a központi téren tartották, ahol szabadidős parkot alakítottak ki, a Tátika tér is zöldebbé vált, és itt kapott helyet a termelői piac. A szalag átvágásban segítkező lányok örömmel sorolták, milyen játékok kaptak helyet a központi téren, és nagy örömmel próbálták ki ezeket. Tát polgármestere megköszönte a tervezőknek és a kivitelezőknek a munkájukat. Turi Lajos szerint ez a park a közösségé, a közös törekvéseké lesz, és a generációk találkozó helyeként is szolgál. A megyei közgyűlés elnöke örömmel szólt arról, hogy sorra fejeződnek be megyeszerte az ehhez hasonló beruházások. Beérett a gyümölcse annak a 4 éves, 5 éves munkának, amelyet a TOP, a településfejlesztési és területi operatív program pályázatainak a kiírása, pályázása és végrehajtása jelentett. Amerre járunk a megyében, egyre több helyen készülnek el a pályázatok nyomán azok a beruházások, amelyek könnyebbé, jobbá, szebbé teszik a városok és falvak életét. A szabadidős parkban a játszótér mellett futóösvény és számos sportolási lehetőség várja a mozgás szerelmeseit, a későbbiekben zenepavilont és felnőtt fitnessparkot alakítanak itt ki, a Tátika téren pedig termelői piac várja a helybélieket. Völner Pál arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek a fejlesztések azért jöhettek létre, mert iparterülete, jól működő ipara is van a településnek. Az ipari terület fejlesztésével, hogy így mondjam, a magvetés is megtörténik, tehát nagyon szép, hogy őszi idő van, és akkor betakarítás van, és átadásokat élünk meg, de mindig kell, ami a működés biztosítja, ami arra figyel, hogy legyenek itt munkahelyek a családoknak, ne kelljen messzire menni, a családfenntartóknak messzire dolgozni, járni. Ez is mind-mind a helyi önkormányzat odafigyelését dicséri. Az ünnepi ceremóniát Kardos Mihály plébános áldása zárta, majd a nemzeti színű szalag átvágásával fejeződött be, tehát megújult tereinek ünnepélyes átadása. A Természet képekben címmel nyílt meg Honfi Krisztina Bokodi alkotó kiállítása a Környei Művelődési Házban. A tárlatot dr. Szuhaj Katalin művészettörténész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Természetképekben, ezzel a címmel nyílt meg el Honfi Krisztina Bokodi alkotó kiállítása a Környei Művelődési Házban. A tárlatot dr. Szuhaj Katalin művészettörténész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A képek önmagukért beszélnek, gyönyörű lélekportréknak mondanám, természeti képek, gyönyörű a harmóniája, a belső énje, a művészi énje és a kivitelezés között. A gyönyörű, nüanszgazdag színek, kromatikus hatások, a képkivágások, mindez annyira lüktet és olyan ritmusos meg szép, hogy egyfajta himnusz úgy most a kora őszi időszakban így is tekinthető, ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy Krisztina egy nagyon érdekes pályát járt be, tehát tulajdonképpen elég későn kezdette professzionálisan festeni, és ehhez képest mégis olyanok a képei, mintha ő már gyerekkora óta egy mesterhez járt volna, tehát nagyon nagy a tudása, a morfológiailag, a növények, a színek, tehát minden a helyén van, és mégis az egész egy ilyen önfelett, és spontán hangulatot ad ki magából tulajdonképpen. Vannak olyan képek, amik egy kicsit az impressionistákra emlékeztetnek, tehát a akkori fényviszonyokat próbálja így szépen pasztel
krétával megrajzolni, de vannak olyan képek, ahol, mint például később a szimbolistáknál, tehát bezárja a, tulajdonképpen a saját absztrakt világába a nézőt. Tehát úgy beszűkül a kép kivágás, hogy valóban bele tudunk mélyedni a motívumba, akár a leveleknél, vagy az ilyen közeli képeken, és ezáltal a lelki tartalma a képnek még erősebben előjön. Kétségtelen, hogy látszik, hogy női alkotója van ezeknek a képeknek. Természeti képek, virágokról szól. Mégis lehet csúnya szóval uniszex ez a kiállítás? Férfiak is nézzék. Mindenképpen. Hát a férfiak ugye, mint a lovagi korokban, ugye a női báj és a női kellemnek a csodálói kell, hogy legyenek a mai világban is, úgyhogy mindenképpen jöjjenek el, nézzék, mert úgy, ők a nőiességgel úgymond tudnak töltekezni. Illetve szerintem a művészi hatása mindenképpen egyenértékű, férfi vagy nő, nézi, kinek mit mond egy kép, ugye ez szubjektív, hogy milyen érzéseket vált ki a nézőből. Van személyes kapcsolata is az alkotóval? Van, együtt jártunk egy festőiskolába, én is amatőr festő vagyok, mind a mellett, hogy művészettörténeti pályát tudhatok magam mögött, de hát én amatőrködöm, ő meg már mint gyakorolt művész látogatta a kurzust, és így beszélgettünk, és így vetődött fel, hogy egyik kiállítását akár megnyithatnám. Az alkotó csupán 5 évvel ezelőtt talált rá a festészetre, mint önkifejezési eszközre. Nekem olyan jellegű képeim vannak tulajdonképpen, nem is nagyon kellett válogatni, hogy természetképek és virágot ábrázoló képek, úgyhogy ide is ilyen képeket hoztam, ezek állnak hozzám közel. Merre felé készültek ezek a képek? Ezek itt a környékbe készültek, például a napraforgó mező az itt környe mellett tulajdonképpen, de a többi is, talán a Balatoni, ami egy kicsit távolabb, Repceföldet is itt fotóztam, és annak alapján készítettem. Úgyhogy nem is tudok olyat mondani, talán a Pipacs mezőt is itt a környékbe, tehát itt a környékbe fotózgattam, és akkor úgy otthon megfestettem. Most itt a kiállításon pasztel és grafit képekkel találkozhatnak az érdeklődők. A pasztel miért kedves az alkotó számára? A pasztel technika azért kedves számomra, mert olyan lágy színei vannak, hogy szerintem ezzel fejezhetem ki legjobban az érzéseimet és saját önmagamat. Többféle technikát már kipróbáltam, de ez áll hozzám a legközelebb. A visszafogottság véget szerintem. És a grafit, az egy nagyon, nagyon nem olyan színes. Vagy lehet színes a grafit? Lehet színes a grafit, szerintem. Grafit technika is nagyon érdekes technika. Az aprólékosságát nagyon szeretem, nagyon szeretek vele dolgozni. A másik, van egy képem, ami pit krétával, ez egy kréta technika tulajdonképpen. Azt is nagyon szeretem, azt most fejleszgetem jobban. Mióta fest, Krisztina? 5 éve kezdtem el festeni, az oroszlányi festőművész Zámbó Kornél vezette képzőművész szakkörbe iratkoztam be, és utána magántanítványa lehettem 3,5 évig. Tőle tanultam sok mindent, látásmódomat fejlesztettem, és már most már így egyedül bontogatom a szárnyaimat. Mindig is szerettem alkotni, alkotásnak minden formáját kipróbáltam, és a festészetre úgy rátaláltam, és úgy jobban ki tudom fejezni magamat a festészetbe most, mint másba. A megnyitót Dubányi Dóra és Győriné Soproni Nikolett zenei betétei színesítették. A tárlat november 13-áig látható a Környei Művelődési Házban. Ünnepélyes keretek között avatták fel a kisbéri ménes világhírét megalapozó angol telivérmén kisbér szobrát a kisbéri körforgalomban. Ünnepélyes keretek között avatták fel a kisbéri ménes világhírét megalapozó angol telivér kisbér szobrát a kisbéri körforgalomban. Az eseményen részt vett és beszédet mondott többek között Sinkovics Zoltán polgármester, Cunyiné dr. Bertala Judit országgyűlési képviselő és Dömötör Csaba miniszterhelyettes, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára is. Nevezetes nap a mai kisbér városa életében. Nevezetes, mert egy több éves elképzelés öltött testet ebben a szoborban, mely egyszerre jelképezi kisbér múltját és kisbér jövőjét.
1873-ban a kisbéri ménesben született egy pály, angol Talivier Méncsikó, aki 1876-ban az angol derbi történetében második nem Angliában született versenylóként a 15 fős mezőnyben 5 hosszal megnyerte az Epsom derbit, és 3 hét múlva Párizsban a kor legmagasabb díjazású versenyében szintén nagy fölénnyel verte 10 ellenfelét. Világhírt szerezve ezáltal a településünknek. A kettős győzelem előtte csak egy lónak sikerült, és az azóta eltelt évtizedek során is csak mindössze 4 versenylónak. Maga a szobor gondolata néhány évvel ezelőtt született. Helytörténészünk és díszpolgárunk, Hegedűs Pali bácsi, dr. Hecke Walter hipológus professzorral, lovas szakíróval és szerzőtársával Brenyó Józseffel közösen kerestek meg az elképzelésükkel. Akkor még az egykori törzsménistáló, mai járási hivatal elé képzelték a szobrot. A kérdés nem az volt, hogy akarjuk-e, hanem az, hogy hogyan. Fel is vettük a kapcsolatot rögtön korunk Fadrusz Jánosával, Engler András szobrászművész úrral, akit a budapesti Kossuth téren álló Andrássy szobor alkotójaként is ismerhetnek. András rögtön hozzákezdett az alkotás tervezéséhez, és azóta is mindenben a segítségünkre volt. Indult egy vállalkozói támogató akció is a szobor érdekében, amit ezután is szeretnék megköszönni. Az összegyűlt pénzt a szobor környezetére fogjuk fordítani. Közben elkészült a városközponti körforgalom, egy olyan környezetet kínálva a tervezett szobornak, ahol a legtöbb ember láthatja és hirdetheti ezáltal az egykori kisbéri ménes dicsőségét. Az események a tavalyi évben fordultak igazán komolyra. Nevezetes nap volt kisbéri életében 2018. március 21-e is, mert országgyűlési képviselőnk Szunyini dr. Beltran Judit meghívására akkor kisbéren köszönthettük Orbán Viktor miniszterelnök urat. A tárgyalások során kaptunk tőle szóbeli ígéretet a város főterének újjáépítésére. Azóta az ígéret kormánydöntésekben valósult meg, és először ez év elején 1 milliárd forint, majd 2023-ig ütemezve további 4 milliárd forint, azaz összesen 5 milliárd forint támogatásról született döntés Kisbér városa javára, hazai forrásból a belváros revitalizációjára, új és hasznos tartalommal való megtöltésére. Rendkívüli lehetőséghez jutott ezáltal városunk, és ezzel kaptunk támogatást a szobor megvalósítására is. Nagyon szépen köszönjük! Néhány esztendővel ezelőtt sem azt nem reméltük volna, hogy Kisbéren ilyen fejlesztéseknek foghatunk közösen neki, sem azt nem remélhettük, hogy a város régi álmai megvalósulhatnak. Tehát valahogy úgy van ez, hogyha lovas múlthoz, lovas történelemhez és lovas hagyományokhoz tud kötődni egy közösség, ha van hova visszanyúlnia a múltba, akkor képes magának olyan erős jelent is teremteni, hogy a jövőt, a jövő útjait és a jövő céljait egyértelműen és egyöntetően meg tudja fogalmazni. Sokan furcsának találják még ma is, hogy Kisbéren a kisbériek ilyen erővel, ilyen akarással ragaszkodnak a kisbéri méneshez, a kisbéri ménes múltjához, hogy gyökereiket, identitásukat, dicső múltjukat tekintik a kisbéri ménes és kisbér történelmének ebben az évtizedeiben, évszázadában. Tehát nagyon egyszerű ez. Csak azt tudja, hogy merre tart, aki tudja, hogy honnan indult, aki tudja, hogy honnan jött. Tisztelt ünneplő közönség! Kisbér és a magyar lovasport, a magyar lovasélet elválaszthatatlanok egymástól. És itt ebben a városban sokan tettek azért, hogy ez így legyen. Itt élt Pusztai Alajos alhagynagy, aki 2 éven át dolgozott a kisbéri lovak felkutatásáért a magyar visszaszerzési misszió szolgálatában. Erre a környékre került Lomnici Béla törzskönyvvezető, aki elég bátor volt ahhoz, hogy akkurátusan lejegyzetelje a szövetségesek által eladott lovak, így a kisbéri ménes adatait. Enélkül nem sikerült volna az állomány egy részét visszaszerezni. És itt dolgozott Szabó József, nemzetközileg is elismert tréner is, akinek akkoriban szintén kulcs szerepe volt a ménes megmaradásában. Tisztelt ünneplő közönség! A ma átadott szobor egy kisbér nevű lónak állít emléket, de mindannyian tudjuk, és akik itt vagyunk, érezzük, hogy nem egyszerűen egy győztes lóról, hanem egy jelképről van szó.
A magyar lótenyésztés ugyanis a legnagyobb magyar óta összefonódik a magyar szabadsággal, az önbecsüléssel és a büszkeséggel is. Valójában erről a nemzeti büszkeségről szól Kisbér 1876-os győzelme az Epsomi derbin és a Párizsi nagydíjon is. Olyan eredmény volt ez, amelyre csak kevesen voltak képesek. Ahogy szintén Krúdi Gyula írta, igaz, hogy kincsen patáját aranyba foglalta gazdája, de tán még többet is érdemelt volna ez a kisbérkanca, mert hiszen voltaképpen ő volt az, aki a pestieknek majd későbben a mindenrangú magyaroknak az utat a Városliget felé megmutatta, utalván itt a lovira. Mától Kisbér szobra a városuk egyik legforgalmasabb pontján áll, ahol azok is találkozhatnak vele, akik csak átutazóban járnak önöknél. Így azt hiszem, hogy a mai nap egy újabb lépést jelent abba az irányba, hogy városuk végleg maga mögött hagyja a viharos, szocializmustól sújtott, túlságosan is hosszú 20. századot, amely a ménes birtokot is tönkretette. Tisztelt ünneplő közönség, Kisbér egy olyan hely, ahol valószínűleg jól tudják, hogyha a jelenben a múlt erényeire is építenek, akkor bizony a jövőt is megnyerhetik. Éppen ezért a ma felavatott szobor nem csak egy egyedülálló teljesítménynek állít emléket, nem csak a nemzeti büszkeségről szól, hanem a város megújulásának szimbóluma is. A mai esemény ugyanis, amint erről már szóltak az előttem lévők, egy hosszú megújulási folyamat első állomása. A miniszterelnök kezdeményezésére a kormány arról döntött, hogy jelentős támogatást biztosít a városközpont történelmi hagyományokhoz méltó megújítására. A mai szoboravatót ezért valóban egy szimbolikus alapkő letételnek tekinthetjük, mégpedig egy büszkeséggel, hagyományokkal és jövőbe vetett hittel átszőtt alapkő letételnek. Sok minden van még előttünk. A városközpont visszakaphatja világháború előtti arculatát, megújulhat a lovarda, megújulhat a katolikus templom és a plébánia is, és új arculatot kap a városi park. Fejlesztés indul a nagy tó körül, miközben megkezdődhet a városi közösségi teret és a sétányt határoló épületek homlokzat felújítása is. Tisztelt ünneplő közönség! Már ebből a pár példából is érezhetjük, hogy Kisbéren is nagy dolgok vannak készülőben, és ez az ország egészére is igaz. Sohasem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy a nagy nehezen megszerzett szabadságunk, megerősített biztonságunk mellé fokozatosan egyre nagyobb jólétet is tudjunk magunknak kiharcolni. Sohasem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy ezt a reményt beváltsuk. Szeretném arról biztosítani önöket, hogy a magyar kormány továbbra is támogatja azokat, akik Kisbér és Magyarország legszebb lapjait szeretnék teleírni. És itt ezen szobor esetében még egy dolog segít minket, amit Churchill fogalmazott meg, az, hogyha van valami a lovak külsejében, ami jót tesz az ember belsejének, és hogyha ez így van, és miért ne lenne így, akkor a ma átadott szobor plusz erőt jelent majd a jövő küzdelmeihez. Ennek a városnak és az ország egészének is. Megyejáró hódító túrát szerveznek Tatabányán november 16-án. A kirándulókat két távon is várják, a 10 kilométeres túra a Turulmadarat és a Ranciger kilátót is érinti. Páros találkozót szerveznek Dorogon november 16-án, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Megyénkkel kapcsolatos további programokért és információkért látogassanak el a mimegyénk.hu weboldalra. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk két hét múlva. Viszontlátásra! Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.